A dusnoki kábítószer ültetvényről a rendőrség munkatársai készítették a felvételt, melyen jól látszik, hogy a nagy szélben hajladoznak a növények. A kalocsai nyomozók egy dusnoki családi háznál jelentek meg, mivel felmerült a gyanú, hogy a tulajdonos kábítószert termeszt. A házkutatás során 13 tő feltehetően indiai vadkendert valamint már kiszárított egyedeket foglaltak le a rendőrök. A lefoglalt növényeket szakértő vizsgálja, a tulajdonostól vett mintából a szakértő kimutatta, hogy a férfi fogyasztott is a kábítószerből. A gyanúsítottal szemben kábítószer miatt folytatnak büntető eljárást a Kalocsai Rendőrkapitányságon. A BTK az egészséget veszélyeztető bűncselekmények közé sorolja a foglalt kábítószer törvényi tényállást, aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, büntet miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha üzletszerűen, bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként e minőséget felhasználva, 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés ha jelentős mennyiségű kábítószerre, 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés, ha különösen jelentős mennyiségű kábítószerre követik el a bűncselekményt. A kábítószer termesztése olyan növények termesztését jelenti, amelyek a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben szerepelnek. A termesztés önmagában nem eredményez fogyasztásra alkalmas kábítószert, hiszen a termesztett anyag feldolgozásra, szárításra, finomításra szorul, mégis büntetőjogilag releváns magatartás, befejezett bűncselekmény, függetlenül attól, hogy a fogyasztáshoz további tevékenység szükséges. A termesztéssel a bűncselekmény már akkor befejezetté válik, ha a növény akár gondozással vagy anélkül önállóan fejlődik. A bűncselekmény megvalósulásához nem szükséges a növény beérése, a növény magjainak elültetése és gondozása tehát nem előkészületi jellegű magatartás, hanem befejezett bűncselekmény, amennyiben a magokból kikelt növény már önállóan fejlődik. Marihuánának nevezik az indiai kender szárított virágát, magját és levelét. Marihuána egy halucinogén drog, olyan anyag, amely eltorzítja azt, ahogyan a körülöttünk lévő világot érzékeljük. A kanabiszban található vegyi anyagot, amely ezt a torzulást okozza, THC-nek nevezik. Ezek a rövid távú hatások rendszerint két-három óra alatt elmúlnak, de az elfogyasztott drog mennyiségétől a THC erejétől, valamint a keverékhez adott egyéb kábítószerektől függően tovább is tarthatnak. A marihuána használatának szellemi hatásai súlyosak. A marihuánát fogyasztók emlékező és gondolkodási képessége rosszabb, mint azoké, akik nem élnek vele.